egy kis segítséget szeretnék adni ahhoz, hogy milyen papírt válasszunk. Beszéltünk arról, hogy modellfüggő, hogyha olyan modellt szeretnénk készíteni, aminek tartása kell, hogy legyen, akkor egy picit vastagabb papír. Az a vastagságú papír nekünk bőven elég, amit ma Magyarországon be lehet szerezni a különböző papírboltokba. Gyönyörű színes csomagoló papírokat lehet vásárolni. Attól függ, mit szeretnénk belőle készíteni, ezt ma úgy döntjük el. Van a háztartásunkban papírvágógép, illetve a fotózáshoz használt fotópapírvágógép, akkor azzal tényleg nagyon pontosan el lehet vágni, de kimérve praktikus tanács az, hogy ha többször szeretnénk origamizni, akkor egy kemény kartonból készítsünk magunknak egy négyzet alakú papírt, amit nagyon pontosan lemérünk, és onnantól kezdve a kívánt papírt rátesszük és méretre vágjuk. De azoknál a modelleknél, ahol mind a két oldala látszik, érdemes olyan papírt választani, és ezt is lehet kapni Magyarországon, amelyiknek mindkét oldala széles, tehát egyik oldala mintás, a másik oldala egyszínű, hiszen mindkét papír érvényesül. Ha egy olyan modellt szeretnénk hajtani, ami nagyon sok lépésből áll, akkor már érdemesebb ezeket a vékonyabb papírokat megvásárolni, amit a virágkötészek is használnak, és gyűrt papír, illetve merített papírként árulják. A modellek 90%-a négyzet alakú papírból készül, de hogyha az interneten böngészünk és találunk egy olyan modellt, ami háromszög alakú papírból hajtható, az is igaz, mert az is origami. Papírboltban megvásárolható színes mintás papírokat nyugodtan használhatjuk arra, hogy origamizunk. De a különböző papírboltokban megtalálható az egyszínű színes fénymásoló papír, amit méretre vágva ugyanolyan jól használható origamira. Ha a háztartásunkban van, és kedvünk van összegyűjteni, és egy jó teljárzás után ezeket a teatasagokat se dobjuk ki, hiszen ebből is gyönyörű szép modelleket készíthetünk.